Ez lesz az a megállapodás, amit alá fogunk írni, megmutatom így is. És hát ez a gondolat még, amikor együtt mentünk Koszovóban, hogy a repülőn beszéltünk erről, és én nem is gondoltam, hogy ez ilyen gyorsan szárba fog szökkenni. Gyakorlatilag két hónap alatt elrendeztünk mindent, amit előkészítő munkának hívnak és nagyon köszönöm miniszter úrnak és polgármester úrnak, hogy a mai nap pedig megtörténik ennek az egész ügynek a szerződéses parafálása. Ha úgy tetszik, akkor Csepel ezen a területen is révbe ért. Csepelen volt már itt nagyon komoly honvédelmi élet. Laktanya is volt Csepelen, ha emlékeznek rá. Most egy szociális otthon van a helyén ennek a laktanyának. Csepelen az MHS is működött, talán még mond egy-két embernek ez a rövidítés is, ez a mozaik szó, ugye, Magyar Honvédelmi Szövetségről van szó. Szóval nagyon sokan ott szereztek többek közt hivatásos gépkocsi vezetői képzés, de Csepelen a régi hagyományoknak, a Weismann hagyományoknak, a Weismann gyár hagyományainak, ugye a repülő sárkányoknak az építése itt, itt történt illetve az ahhoz kapcsolódó ö, honvédelmi sportnak, a repülésnek és az ejtőernyőzésnek is teret adott ö, az itteni MHS. Itt a Védgát utcánál volt a, a, az egyik központja. Aztán még régebbre, ha visszamegyünk, akkor a MHK pálya a négy foci pályával, két kézilabda pályával, meg a lőtérrel. Gyakorlatilag közép-európai hírű lőtér volt, tehát ide kisebb puskával és kézifegyverekkel jártak gyakorolni, illetve légfegyverekkel, és abban nagyon magas színvonalat ért el a, a Csepeli pálya. Aztán mindez az egész úgy, ahogy valamit itt felsoroltam, ez így át lett húzva, aztán vége, vége a történetnek, és úgy érzem, hogy most sikerül egy új fejezetet nyitnunk. Ráadásul úgy sikerül, hogy a társadalmi beágyazottsága az még erősebb lehet, hiszen mindenki akarja. Mindenki akarja, mert ebben erőt látnak. Erőt, jövőt, lehetőséget. Úgy, ahogy miniszter úr és polgármester úr is hivatkozott erre, utalt erre, hogy gyakorlatilag lehet, hogy valaki ebből fog megélni. Csepeliek. Jelentkeznek itt a toborzóirodán, és akkor ott el lehet dönteni, hogy milyen irányok legyenek. Hivatásosak legyenek, életpályát válasszanak, mert azt tetszik nekik, és ebben tudunk segíteni, vagy tartalékosok legyenek. Az én lányom most másodéves egyetemista, aztán jelentkezett, utána elmondta nekem, a tudtom nélkül, ahol a jár egyetemre jelentkezett egy ilyen toborzó irodán, hogy ő ezt szeretné kipróbálni, mert van rá lehetőség. Ez egy, a fiatalok részére ez egyfajta kalandélmény is, és szerintem nagyon jó, hogyha a nemzet védelme, a haza védelme, a haza minden előtt, az egybeesik a fiataloknak ezzel az elképzelésével. Én ezt mindenféleképpen támogatni tudnám. Most ezért is gondoltuk azt, hogy Csepelen is e, nyitunk egy ilyen, e, nyitunk egy irodát, és lehetőséget adunk. Aztán tovább gondoltuk még az együttműködést. Le, ugye Edlik az mindkettőnknek, mindhármunknak szívügye, tehát ketten azért mégiscsak oda jártunk, és e, e, nem csak a tanulmányainkat folytattuk ott, hanem a szabadidőnket is is de erről most ne beszéljünk, majd legközelebb. És, és azt hiszem, hogy össze lehet kapcsolni a, a, a csepeli tudományos élettel, vagy ha úgy tetszik, akkor a, az oktatással a, az egészet, mert nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak már így országos szinten is a, a katonákkal kapcsolatban, a katonai életpályával kapcsolatban nyelveket beszélnek a katonáink, nagyon magasan képzettek, profi megállják a helyüket szinte bárhol, polgári végzettségeik vannak, ott is magas, magas, magasan képzettek lehetnének, mondhatnám úgy, mint Görgei Artúr, most ünnepeltük ugye a Görgei Artúr születésének 200. évfordulóját január végén. Mi még Toporcon is jártunk polgármester az ősi kastélynál, és ugye Görgei Artúr is mielőtt katonának ment volna előtte, már a vegyészet a kémia területén is nagyon magasat alkotott, nagyon maradandót alkotott gyakorlatilag. Úgyhogy ugyanezt tapasztalható. Tehát érződik egy pesgés, érződik az, hogy áthelyeződött a, a hangsúly a, a túlélésről, meg a, a, amit 2010 előtt tapasztaltunk, hogy is szoktátok volna az elsorvasztásról, ugye? Tehát az elsorvasztás rátehelyeződött a hangsúly a honvédelem, a honvédség fontosságára, megkerülhetetlenségére. Ma is ezt tapasztaltam. Most a határtól jövök egyébként az egyik tranzitzónából, pedig a röszkeiből az a keményebb a röszkei tranzitzónából, ahol jól látható, hogy mi zajlik. Nem az, ami 2015-ben, tehát ott a határon rendben van minden, áll a kerítés, a kerítést műszakilag és jogilag is védjük. Nagyon modern önmagában a kerítés, bár önmagában keveset érne. Ugye nem a falakban, hanem az emberekben van az elszántság. Az emberek védik meg a városnak a határát, meg az országnak a határát, meg Európának a határát. És jelenthetem, hogy bizony a határvadász rendőreink és a magyar honvédek kiválóan teljesítik ezt a feladatot és köszönettel tartozunk itt is nekik. Miniszter úr, kérlek, tolmácsol, én minden alkalmat megragadok arra, hogy el tudjam mondani, amit ott tapasztal az ember, az, az példaértékű, mintaértékű. De hát gondolom azok, akiknek ott rokonaik élnek, és elmondják, hogy hogy változott meg két év alatt, amióta ez a határvédelem üzemel, hogy változott meg az élet ahhoz képest, mint amit 2015-ben lehetett tapasztalni. Tehát a magyar honvédek, ha úgy tetszik, bebizonyították a magyar határvadászokkal együtt, és nyilvánvaló a kormány döntéseinek és a kormánytámogató Fidesz-KDNP többség parlamenti támogatásának, köszönhetően, hogy meg megvédhető az ország határa. Teljesíthető az a nemzetközi kötelezettség, amit Schengeni határvédelemnek hívunk. És én azt gondoltam, azt gondolom, hogy ebben nekünk csepelieknek is részt kell vennünk. Még ha minket ez közvetlen úgymond nem is érint, de hát a jövőnket ugyanúgy érinti. Most innen pedig Bódvaszilasra fogok menni, ahol szintén ezt fogom elmondani, de Bódvaszilas még éjszakabbra van, meg még, nyugat, meg még keletre is tőlünk, ugye egy 200 kilométerre, ott meg még kevesebb migránssal találkoznak, de ott is van mit veszíteni. És hogyha nem lennének honvédek, ha nem lenne toborzóiroda, ha nem tudnánk az utánpótlást megoldani, ha nem tudnánk vonzóvá tenni, ha nem tudnánk párbeszédet folytatni az emberekkel, akkor nagy baj lenne. Na ezt a párbeszédet fogja szolgálni, és ezt az utánpótlás lehetőséget ez a toborzó iroda, és az elkövetkezendőkben pedig, amit miniszter úr is említett, hogy még tovább működjünk együtt, ugye utalva a régi elődeinkre is, szeretnénk, hogyha a Honvéd sportközpontok közül egyet itt meg tudnánk valósítani, és annak esetleg része lehetne egy ilyen lőtér is, amit a funkciójának megfelelően tudunk használni. Hát ezért nyitunk most irodát. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget.